Én már itt vagyok, ugye természetesen a ezzel fogadva a klinikát. Apúr, maga is ide jár? Igen. Jó napot, milyen problémával jött? Semmi probléma nincsen, minden rendben. Sekunder kariás? Nincs. Jaj, de jó, jó magam is itt várok, drága aranykövető rajongó, így a pupocs klinikán, ugye? Nem tudom, jól látszol? Jól látszol. Gyere már ide. Aha, hát szegény kérem, Móbika is itt van a fogorvosnál, nézd, már dobott. Ő túlal van. Miért? Mit csináltál? Szemüvegemnek kapkod, hogy jól maradjam majd az ebben fővetük. Hát így... Narancslevet ittam egész este. És eltávolítják nekem a izét. Esztik fönt. Mindegy, meg lehet, hogy teljes üdegben vagyunk, tessék. Mindjárt a főorvos asszony. Oda néz, most mindjárt leugrik. Várja, pif, jön nem ő, Mónika jött. Követő, kicsit, látod, így kicsit lényeg a mosolyomat, le van vigyedve a fele, a halálidegbe vagyok. Egyet húztak utána, meg nézek, hogy beszélek, hallod? Kicsit így mozog, aztán kicsit mafiózós a beszél, Sanyika haszik itt, de tényleg csak itt tudok beszélni. És hát ennyit, ne ordítsál már, Anyikán horrort nézek, meg olvasok itt a Romanovos könyvet. Te, ki csinált engem a Gelez doktor, nem mondanom se kell, de sem. Olyan csontőtészben volt, de olyan csontőtészben, hogy te, már mindjárt elájulok, már benne van egy flektor, jó pofa vagy. Gondolom benned meg egy vodka. Te is jó, én is jó pofa vagyok, meg hát te is. Úgyhogy nem tudok nagyon beszélni, mert ezt csak nem akarod nézni. Jó éjszakát, vigyázzál magadra. Sanyika, te mondasz valamit? Fodrász, nézzek, hogy ki van kerázva? Fodrásznál volt. Anyukám, elmentünk a fodrászhoz, hogyha megnyerné, érted, hogy az év gazdia én vagyok, és ő jön velem jövét kedden, akkor csinosban legyen. Taka. Nyugodjál meg, ne idegeskedj. Nincs tele a pofazackom földi magyaróval, csak be van durranva az egész. Itt anyukám, mint belepett a szám, ott belül varva, idegbe vagyunk. De most nem is ez az érdekes, hanem Anna Marival, nem tudom, hogy látod-e, hogy hol vagyunk, puposzüzletben vagyunk, puposzüzletben, mert Anna Mari, ha már engem, én ilyen rombosszajok, ha nézzek az Anna Marit, hogy milyen jól néz ki? Leütett, nem? Marival vásárolunk, ugye. Mit kéne, mit szeretnél magadat szépen kikerázni? Hogy magamat akarom. Hát, hogy mit blúzakat, nem? Vagy mit? Igen. Vettem azt az anszalmat, a kosztümöt, és ahhoz egy ilyen, akár egy újatlan. Már itt rongyolunk a nagy kertbe. Én csak így a fél fejemet mutatom. A Marit néz, mert jó néz ki. Jaj, gyönyörűen. Jaj, jól nézek ki. Hát jól is, csak ne az én mellényemben lenni. A pupos kékben nézd meg. Most azt fogjuk csinálni, hogy begyűjtünk mindenfélét, mert már hiány, az, hogy hiányolt mindenki már a videókból, hogy hol van a Marci. Ja, ja. Egy villámlátogatásom van. Majdnem kevesebb időt van itt, mint a pápa. Mondjuk egy kicsit többet, mert ott a repülőgép meg motorját szállították le, a Mari az egy hétre jött. Úgyhogy most bepakolunk a kabinba, ugye? És megindítjuk a próbát. Először még válogatunk. Jó, akkor taka. Még mindig rémes állapotban vagyunk, drága aranykövetőim és rajongóim, most már itt bekukszíztunk, mert hát te. Hát édesem, az a lényeg, hogy most majd így regenerálódni kell nagy cicka fogműtéttel, de hát mindegy, most nincs erő most nagyon a Insta-sztorihoz, hogy neked valami jött, úgyhogy milyen volt a régi anyukám, a klasszikus, nézd meg azt a gyönyörű gyereket, nézd meg, hát kell lenni a szebb gyerek. Te, ez úgy tudja, hogy hát az édesapa nincs jól, hogy a pipiuszos tánszka ilyenkor bujik, meg van vadulva, Bubilio elment tornaórára, mert neki a bodybuilding a élete, jól is néz ki, anya úristen. Úgyhogy maradj már nyugton. Úgyhogy lökök még egy pár ezekből a régi videóból, kiválasztom, amelyik a pupos, a puposzakat. Úgyhogy nézd meg, mekkora a buci fejem van, de komolyan mond, nézd meg, takarmány tök fejű Cilla. Úgyhogy lököm ki, közben olvasok, érted? Szóval mindenre van idő magamra. Anna Marit kikeráztuk. Drága követőim és rajongóim, újabb cilagasztró, hány óra van? 10:30-kor cilagasztrózom. Figyelj már ide, nézzek, hogy milyen. Kaptam kölcsön, kérlek szeretettel és a legmélyebb tisztelettel mondom, hogy ez egy, úgy hívják, hogy Thermomix. Van hozzá egy spéci szakáskönyvben, ezt nézd meg. Anyukám,
az fog most készülni a kupi tetején, hogy most haláldúrban be fogok főzni egy ratatújt. Figyeljé, 2 perc alatt fog elkészülni a ratatúj. Ezt nézd meg, itt van, kérlek szeretettel, a ratatúj, nézem a receptet. Azt mondja, 120 g hagyma, 2 garlic, az a fokhagyma, 20 g olívaolaj, 300 g pipe tomát, azt én vágom fel anyukám, red peppers van 1 darab. Figyelj, és ez így mér is egyébként, haláideg be, és utána indítom. Figyelj, most halál befudalok, és öreg Cilla mindent fővágdós, de nézhetem egyébként a könyvből is, vagy megnézem itt a ratatújt, mert itt is van, nyugodjál meg, várjál már. Azt mondja, 3 fogásos étel, rő, mint rizsa, ott kéne lenni a ratatújnak. Óriásziba vagyok, figyelj, halálosan meg vagyok vadulva. Hát azt se tudja, tudod mit? Csináljuk aranykövető rajongó a gép által előírtak alapján. Na most kérlek szeretettel, már meg is pucoltam a hagymát, ezt kérlek szeretettel félbevágom. Jó. Most figyeljél, mert hogy ez a gép, ez kérlek szépen, ez mér is, de már is nézzük, mit mond. Szóval a hozzávalók megvannak. Azt mondja, 100 g hagyma, figyelj, ezt nézd meg. Nézd a kijelző. Pif! 75, 120 g hagyma. Hát ez 135, arunk rá, megyünk tovább. Hüha, garlic, várjál már. Várjál, garlic kell 2 gerec, hát ezt még itt nem csináltam meg, várjál. Várjál, mi van még, most már mindent fődaraboltam. Azt mondja, 300 g paradicsom, piros paprika, szárított fű, jó, hagyja, kakukkfű, majora, van itthon, jó? Só van, csipet, frissen örölt, fekete, az is van. Cuki, nézzük, azt mondja, itt a paradicsom, mi az, courgette, itt van a aubergine, meg a padlizsán, meg a tomát. Jó van. És jaj, hát ne hülyeskedjél, már figyelj már, 2 gerec fokhagyma, és akkor állítól, vagy ezt le kell zárni valahogy, figyelj már, gerec fokhagyma benne van, most mit magyaráz? Azt mondja, olívaolaj, dikte. Jézusom, várjál, olívaolaj, hát nem készítette elő az öreg Cilla? Azt mondja, 20 gram, nézd meg, mérjük. Azt mondja, 20 gram olívaolaj, méri szerinted? Aha, még csak 5 van. Mit kell neki 20? 10? Ott méri, látod? Opa! Szállt mondja, várjál, tovább. Insert measuring cup. Ja, várjál. Ez az izével, ezt kell rárakni. Vagy így. Cup. Vagy ez így. Figyelj már mindent mutatok, csak a lényeget, nem? Azt mondja, tovább. Ja, és akkor most beállítom. Igen. Várjál, ide? Nem, ez a hőfok. Ja, ide! Nem oda. Várjál, mi van? Azt mondja, aha, fő darab óta. Ja, várjál, most azt láttam, hogy ilyen izébe kanál, hol van? Olyan kupi van itt, megőrült. Cilla nagyfő. Mindig a ratatújban mondták, legyen rend a pultodon, ez a bolond nő, mondta a patkánynak. Vagy nem, a fiúnak, nem is a patkánynak. Tudod, a fiúnak. Jó. Jó van, figyelj, folytatom. El ne tűnjél követő, mi azt főzik az öreg Cilla. Jó, és azt mondja, tovább. Itt mondja, tovább. Na most mi történik? Dék azt mondja, scarb down side mixing bowl. Jó, hát jó, megcsináltam tovább. Insert measuring cup. Mi van? Jézusom. Várjál már. Ez menni fog, nyugodjál már meg, ne idegesíts. Insert measuring cup, de hát le van zárva most. Mit akarsz, majom? Tovább. Valamit akar megindik. Measuring, jó, akkor ott a hagyma. Várjál, most akkor lököm, várjál, mit lökök bele? Mondjuk a tomátot, jó? Figyelj, itt van elkészítve a tomát. Azt mondja, most measuring-el? Várjál már, majom. Anyád, jó van, measuring, jó? Azt mondja, de hogy csinálom a measuring-et? Várj, itt, nézd meg. Adja hozzá, hát már hozzáadtam majom, nyugodjál már meg. Nem tudom, hány gram kell belőle. Várjál. Nézd már, nem méri ez a urványát. Hát de mit akarol? Hát most adtam hozzá. Jó. Várjál, most. Még figyelj, mindent ráöntöl.
Nem, measuring, oké. Okay. Jó, annyi kész löködbe, fő van minden darabolva. Figyeljé, ezt nézed meg, most rárakom a tetőt. Hát anya, figyelj ide, aranykövetem, nem tudom, mi lesz ebből, de biztos, azt mondja, a kanálizét, a kanalat beállítom, hogy hogy tekerje. Úr, nézd, ez már lezárta itt az egészet. Hát mondjuk így, ja nem, kanára, így, így kanára teker, és akkor fölmelegíti 120 fokra, és itt elindult 5 perc. Hát reméljük jó lesz, figyelj. Hát figyelj, az 5 perc lejár, utána jön a tovább, nyugodjál meg. Hát arany drága követőim, ilyen a Thermomix, vitamin megmarad. Figyelj, majd mindjárt megmutatom, hogy izé megy, hogy Andika, aki hozta nekem a gépet, nézd meg, és akkor még az jól nézek alulról. Ez még itt zöld, és akkor itt mutatja a hőfokot. Látod, ott lesz a hőfok, még nem mutat semmi, mert szotéink van, anyád, de jó. Hát én ezt már figyelj, ezzel fogok utazni. Ezt viszem Rióba. Ezt nézed, már 55 fok, látod? Már 55 fok, na, nem törni maradt ki a majomkodásba. A fűszerezés, na most tehát lököm be a borsót. Nézd meg, jó beteg kerac. Nézd, már lemerül ez a genyó. Ezt nem hiszem el. De? Hallod, már kavarja. Nézd, már pirosan világít, tehát már forró az edén. Jaj, várjál, és addig forró, képzeld el, amíg ér az étel, tehát fölötte már nem forró. Jó, ennyi, elég. Szóból keveset édesem, nem egészséges. Ez meg pörög, érted, mint majom asszon. Nézd oda, jó van. Nézd, 1 perc, 40 másodperc, 30, számol vissza. Ja, semmi dolgod az egésszel. Na, még lökök egy kis izét bele. Tudod, egy kis izé, provanci fűszert. Nyitnám ki egy kézzel, ha tudnám. Jó van, ennyi, szájé. Nézd meg, 75 fokon vagyunk, 52 másodperc, mindjárt lejár az időnk. De most kérd el, hogy Andika azt mondta nekem közben, néha rám ír egyet, hogy Jézusom, figyelj, tedd rá a tetőt, kifelejted, mit fogsz itt művelni ezzel a méregdrága masinával. Egyébként tényleg nyilván nem olcsó, de hát körülbelül tudod, mennyibe került a 3 cepter lábosára. Ja, és ugye az a jó, figyelj, hogy ez így kavirnyálja folyamatosan, tehát soha nem fog leégni ebbe semmi. Érted? Márpedig pontosan tudjuk, hogy az öreg Cilla a csigát odaégeti, a ratatújt, mindent odaégetek. Csóri Mari meg aztán kapargatja föl a lábosról, érted, ízé, 10 körömmel, amit én ott ízé... Figyelj, már 80 fokting! Mondjuk nem tudom, mit jelent az, hogy szóting, de... Mert van ilyen fermentálás, meg ilyeneket, imádom ezeket, hát gasztróba vagyok, tudod jól. Figyelj, óriási, ez megfősz helyette. Húslevest is csinálok vele, figyelj! Nézd meg! Hallod, figyelj, zenél, hogy lejárt az idő. Ezt nézd meg! Ő már anyukám zenébe van, várjál! Azt mondja, tovább. Menjél már tovább, majom. Azt mondja, tegyen bele a tomátot, nyugodjam már le már. Hát lassú a gép, gyorsabb vagyok, én már, de azt mondja, tegyen bele, az is benne van, nyugodjál meg. Mixen, jó van, az is, mindenne meg vagyunk, só megvan. És látod, megy a vonal, halál, imádom. És jó, már az is, nyugodjál meg, insert measure, jó, az is megvan. Figyelj, most elindítom, kavaróra beteszem, ez itt bezárja, 12 perc, és be vagyok szájészodva teljesen. Akkor most pihi. Jó, ennyi volt, ilyenkor elszívhatsz egy cigarettát, vagy bedobhatsz egy kis bort, amire, amit akarol anyukám. Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken? Hófehérke a legszebb királynőm. Dükte, hallod? Hát nekem ilyeneket mondod, ha kettőt rárugok hófehérkére. Ki vagy te? Hülye tükör. Nézd már, beszól a királynőnek. Figyelj már ide. Kat a bióba. Tele van. Hát te, ide, ide, ilyen. Tele van, ide, itt. Igen. Jaj, te, nem lehet. Ide, hát de se doboza, se semmi, hát akkor jó áron. Aha. Nem, ide, itt. Lani, aha, jó. Tele, papa. Ha nem, natár, nagyon... Ide. Aha. Ha nem nekem, akkor nazon baj feszemet. De akkor 20 ezerért? 23, csak 21 adom. Jó ára van. Hát. Mindezik annyi. 26 is van, döntse vitamin, meg szön.
ez a megszűnt. És ez milyen? Ez a? Hypnotic Potion. De mi a márkája? Hát Dio. Dio? Igen, Koristán Dio. Jó van, édes. Jó, hát szerintem a Diót vedd meg. Hogy te ezzel nem újjék. 21, berdok egy egyre. Ez Dio. Dio. Igen. Ja, Dio, jó. Ez is a. Igen, ez is a Dio. Dio Potion, Dio Hypnotic Potion. Na, aha. Csak 18. Mekkora 30 minitte. Ja. Másik számít. És ez mennyi? Számít, 21. Ihohára adok most, mondom. De nem úgy, hány milli? 100. Nincs telefonozás, nincs Netflix, épülés van, jó? Ez igen, hát kérem, jó? Ez egy kicsit a The Mask, ha nézem, igen, itt is itt gyönyörűen. Nagyon finom illata van. Ki vagy gyönyörűen kerázva, narancsa van. Ami még ebben a teszakban van, azt még lököm föl, jó? És addig kérem, hogy pihenjünk, köszöntem.